A megjelent öreg diákoknak házi Sárai Mária és a magán énektanszakosok műsora után Kisari Katalin igazgatóhelyettes számolt be a nagymúltú iskola tavalyi eredményeiről és az idei tervekről. Néhány esemény valóban csak az elmúlt tanévből, hiszen nagyon-nagyon sok és a kis pontok arra utalnak, hogy rengeteg minden történik most is az iskola falai között. Természetesen megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, az egyházi ünnepekről, élő a kapcsolat a gyülekezettel. Megtartjuk hagyományos iskolai ünnepeinket, tanévnyitó, szalagavató. Éppen az elmúlt héten került sor a gólyák avatására, és már készülünk a szalagavató ünnepségre, tehát állandóan zajlanak az események, és van mindig mire büszkének lenni, amire készüljünk. Rendszeresen vesznek részt tanulóink a hitéleti alkalmakon, kulturális rendezvényeken. És ezekhez kapcsolódva néhány kép tényleg, hogy csak a hangulatot ide tudjuk hozni. Ugye az elmúlt évi emléktáblaavatás, a gólyák avatása, lehetőség van rendkívüli énekóráknak a meghallgatására a templomban. Aztán a diák önkormányzat is mindig próbálja színessé tenni a tanulók életét egy-egy Mikulás műsorral, vagy a sportcsarnokban lehetőségünk van, megint csak a várossal való jó kapcsolat alapján a szalagavató műsorunkat megtartani, ünnepséget megrendezni. És a hitélethez kapcsolódva a gyerekeknek azt a fajta érzékenységét mutatja, hogy igenis odafordulnak az embertársaik felé, a rászorulók felé, részt veszünk az adománygyűjtő akciókban is. A tanulmányi versenyekhez kapcsolódva látunk képet a tanulók által elnyert díjakról, és hát a Nagykundiák sportviadal egy képe, ahol a győztes csapat látható, és megint csak az öreg diákokkal való kapcsolatra szeretnék kitérni, amikor elmesélem, hogy az elmúlt tanévben lehetőségünk volt egy régi tanítványt, régi diákot, öreg diákot, Vas István Zoltánt a köreinkben üdvözölni, aki nagy szeretettel gondolt vissza az itt eltöltött évekre, és köszönhettük körünkben, adott útmutatást a diákoknak élet példájával. Szepesi Tibor polgármester az iskola egykori diákja elismeréssel szólt az idén 50 éves baráti körről, amely összetartja az egykori Gábor Áronos és Refis diákokat. Maga a református gimnázium, aztán a Gábor Áron gimnázium, most pedig a Nagykun református gimnázium mindig is meghatározója volt. Bár ugyanarról beszélünk mindig, ugye, ahogy Shakespeare mondta, Rideg tanár úr belénk verte, bárhogy nevezzük a rózsa, bár mindig illatos. Ugye a gimnázium szellemisége mindig meghatározója volt az egész város életének. Azok a kikerülő öreg diákok, azok a kapcsolatok, amelyek az évek, évtizedek, most már mondhatom azt, hogy évszázadok során kialakultak az iskola falai között, mindig is arról voltak híresek, hogy összefogással, a közösségért, Karcagért, az iskoláért, Nagykunságért tudtak együtt dolgozni azok, akik akartak, tenni akartak és odafigyeltek az iskolára, illetve a településükre. Így van ez a mostani baráti körnél is, és bízom abban, hogy még hosszú-hosszú évtizedekig, évszázadokig így lesz, és meghatározója lesz a város életének mindaz a gondolatiság, az a szellemiség, amely most is jellemző az iskolára. Én ehhez az összefogáshoz kívánok további jó munkát, erőt, egészséget és ilyen baráti hangulatot mindig. Remélem, hogy még nagyon-nagyon sokáig tudunk találkozni ebben az épületben, és hát azt is remélem, hogy előbb-utóbb majd maga az épület is egy picit meg fog szépülni, hiszen azon dolgozunk, önkormányzat fenntartó és egykori református gimnáziumi diákok. Mondhatom azt, hogy egy közös összefogással szeretnénk, hogyha megújulna majd az iskola épülete is. A következő 50 évre is jó munkát és sok érdekes programot kívánt a vezetőségnek és a jelenlévőknek. Az elmúlt 5 évtizedről részletesen fotókkal illusztrálva szólt Bihari László, a körelnöke.
Az eredményei közül kiemelte a gimnazista diákok támogatását, beszámolt a részükre kiírt pályázatokról, illetve a baráti kör korábbi vezetőiről. Az elmúlt években az öreg diákok több emléktáblát állítattak közadakozásból egykori tanáraiknak, iskolavezetőknek. Az 1956-os emlékművet külön kiemelte az elnök, és megköszönte Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművésznek, hogy minden alkalommal gyönyörű emléktáblát készít. A Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész által készített portré emléktáblát az alkotó és a szónok leplezte le, majd azt Szász Béla családja is megkoszorúzta.